Ez 28 körös? Nem, 25%-os megyünk. Ja, várja. Várja, de úgy az 50%-a. Azt hiszem 20, várjál. 27 szerintem, de ebben nem vagyok biztos, 27 vagy 28. Én úgy tudom, egyre kevesebb, mint a Ausztrália. 28, mert 57 körös a 100%. Aha, akkor jól sejtettem. Jó, akkor tök mindegy, mert azt mondom, kitaláltad, hogy nem megyünk időmérőt, akkor tök mindegy. Na. Emlékszel? Nem, nem tudom, miről van szó. Hát, nézd vissza a kópot, és te kitaláltad, hogy ne menjünk időmérőt, és akkor utolsó két helyről indulunk. Igen. Na, én azt hiszem ezzel mentem jót Bahrainbe. Itt a... Fék. Azt hiszem lehet följebb csaparni. Practice-elünk, ugye? Akkor nyomok a kis benyát. Most massza vagyok. A francba. Massza bal szerencsét hoz. Nem baj. Nekem szerencsét hoz. Don't push the car. Úgy meghajtom. A féked az hogy áll? 82 talán. De a frontra gondoltam. 60 gondolom. Mi az, hogy nappal van? Wow. Nem nagyon látom nappal ezt a pályát. Máté, fogadjunk, hogy nem állítottad be. Mit? Mit nem állítottam be? Hát lehet állítani, hogy milyenek legyenek a pályák is. Nem, szabad edzés van, gondolom azért. De ha nem éjszakai futam lesz, csárukat vagy? Jó, hát arról nem tehetek, hogy alapból bagos az a játék, mert ilyen naplamentés lesz. Most tök mindegy, most nem mindegy, hogy nappal megyünk, vagy éjszaka. Menni kell. Sőt, én szerintem nappalban jobban szeretem azt a pályát. Nem néz ki olyan jól. Hús. Eddig egész barátságos ez a pálya. Nem kell kanyarodni, csak kigyorsítani. Vagyunk négyen, így van, majd amikor még lesz 20 kocsi rajtunk kívül. Jó lesz ez az első kanyar, azt kell, hogy mondjam. Hát igen. De egész kanyarodó a kocsi. Tehát, hogy így konkrétan. Erre a kanyar leszek kíváncsi. Hát... Ez kanyar... A kormánya lépve, hogy padlógáz, itt ahogy látom nem. A... Nem. Ami azt mondod, hogy kormánya padlógáz, az bilencs, ez biztos, hogy nem lesz az. Mondjak példákat is? Hármas kanyar? Nem kell. Na! Jöhetem meg a kör. Mutassuk meg az embereknek, hogy miből van a Williams. Bottas vagyok. Motorból, meg kaszmiból, meg bla 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 bla. Elmondtam. Gratulálok. Hopp. Ezt nem látta senki. Én láttam. Ahogy láttad. Láttam. Én mindent láttam a pontodat ott a térképen. Én mindent látok. Akkor is, ha nem vagyok ott. Olyan hacket használsz, aminek nincsenek ilyen modellek és átlátsz a pályán? Nem. Egy külön kamera van, amit csak téged mutat, és azt nézem folyamatosan. Te kémkedsz. Ez mi ez így. Már? Hát így van. Te nem hiszem, hogy a setupod érdekelne. Perez. Jó, az egész kényelmes kis pálya. Nem is kaptam sokat. Mondom ezt és kimegyek shoulderbe. Gratulálok. Jó volt.
Azért mindig megvan az, hogy... 5-10-et kaptam Pereztől. Jó, én nem, lágy, én nem értékelem a körömet. Hát, aki béna, az béna. Ennyi már. Ennyi már. Hova megyek? Nem mondtad, hogy haza, mert otthon vagyok, úgyhogy. Kettő másodperc. Az nem rossz. Remélem Perez van itt előttem, nem a Szülkenberg. Nem, Perez most ér a második szektorhoz. Szóval már ő utána is kémkedsz. Te Máté, fejezd be. Mert hol a Honda motor el? Az igen, Hülkenberg. Látom, megtaláltam. Hallott, megállt a pályá közepén. És nyilván megint a szárnyam sérült meg. De hallom, megtaláltad. Gyökér. Okay. 45 ezred. Csak törést kivehetnénk amúgy. Nem, nem. De. Nem, nem. Nem Máté. Fönt. Ezt vissza kell majd nézni, de konkrétan beletaláltam a boxhalba és repkedett a kocsim össze-vissza. Úristen, ezt mond... Ezt visszanézem, vagy tényleg? És csak a szárnyam tört le. Ez érdekel. Megijedtem. Amúgy mehet a szuperlágy. Hú! Ez lesz az első dolgom ezt visszanézni. Nem tudom, hogy sikerült, hogy nem tört össze teljesen az autó. Mákod volt. Tényleg az milyen, hogyha úgy érkezel be a boxba, hogy terminál a damage? Tehát, hogy így csúszol be fel a boxba, és akkor kiírja, hogy terminál a damage, vagy mi? Aha. Hogy átmész a box falakon? Mert olyat is láttam már. Oké. Okay. Mi oké? Okay. Hamilton 20. Messze, hogy Ricciardo-nak írta a leggyorsabb kör, de közben téged mutat az első helyen. Hát én vagyok az első helyen. De akkor mi a fasz keresett Ricciardo fastest lappal? Hát mert... most őt előztem meg. Hülkenberg. Kúra szállat Hülkenberg. Ja, szuper ágyatlan van, hát... és még így is csak 2 tizedet felt rám. Ügyes. Az jó, mi? Egy valamit nem értek ezzel a játékkal kapcsolatban. Lassú sebességnél olyan gyönyörűen kigyorsít, hogy kb. Semmi megcsúszás. Nagy sebességnél meg elkezdik csúszkálni össze-vissza. Ha bocs, nem is 2 tized, mert csak 57 ezeret. Verd még ki. Én közben az élet problémáiról beszélek, nem is figyelsz. Oh. Én meg figyelek! Na, az előbb miért nem ment így ez a kanyar? Szépen lehet vágni a kanyarokat. Na, rakjuk csak cükre akkor.
Már megmondom, hogy jó, elvágni a kanyarokat. Raikkonen? Azt mondtam, hogy Raikkonen. Az azt jelenti, hogy takarodj a picsába. Raikkonen benyomja a Honda Power-t. Persze. Azt kérem még. Ott megint föl fog valaki tartani. Szerintem ne csodálkozz, hogy... egyik manort utoléred. Amúgy kajak az? Uli le első szektor. Majd mindjárt miért én szuper ágyak a kifele? Aprítok én nektek. Amúgy a kedvenced, a Honda Power van előttem. Azért ma... Mi az a tiéd? Hát... Te mondtad annyira a futamon. Button. Már nem is megy. De ő most még... Nem is megy, és föl fog tartani. Látom a mozdulatát, hogy le akar húzódni a belső íven. Ő nem fog. De akkor megválok én téged. Na itt rontottam az előbb. Ha lehet, ne ismételjék meg. Szoros lesz. Na, talán kapom a Honda között. Power szélárnyékát. Honda Power? És ez lesz a címe, Honda Power. Hallod, legyorsul a Honda Power! Megy, menj, pici baba! Milyen kocsijállásba rögtad, egyenlőbe? Nem tudom, biztos nem. Biztos nem, mert akkor valószínűleg lejjebb a nyertem volna. Hallod, a Honda Power vissza akar előzni? Elsőnek kiveszünk sok benyát. A Button előzésével kaptam 4 tizedet. Igen? Hanyadik vagy? Első. Enyém az utolsó szektor. Aha. Nem is tudom miért. Honda Power zseniálisan folytartott. A Honda Power, igen, mert mindjárt jövök én neked úridőt. Figyelj meg, most felraktam a szuperlágyat én is. Jót találok. Én egyelőre altató üzemmódban vagyok. Az. Én majd altatok téged a futamon, jó? Ez, hogy ez nem padlógáz? Jó, azt hiszem ez a szuperlágy az egy körnél többre nagyon nem... ...futja. Pedig ezt fogjuk használni a futamon. Na akkor most már nyomjuk neki rendesen. Nem ez volt a körök köre. Raikkonen nyalj meg. Körök köre, igen. Raikkonen nyalj meg. De ez jó vált, ő. Megverem. És mint nyugi, lehozom. És mint csak ezt lehozom. Kus. És mint csak ezt elnyövök én. Úristen, kanyarodásnál a reakció az még mindig borzalmas. Tehát így irányt akarok váltani, az autó meg azt mondja, hogy nem. Hát mondd neki, hogy irányváltson. Mondom, hogy én a fejlesztők meg közben pofán vágom. Na most egy menor power fog tartani. Nem power? Hát az. Egyik nem fogom már utolérni. Na, DRS. Engem már egy merti power fog tartani. Persze. Komoly. Érem utol.
Arianto. Aki már rég nem a sportban kéne lennie. Hagyjál már, nincs is közeledben senki. Te kit nézlek a Úristen. Ariantónak megmondtam, hogy jó napot kívánok, mehetsz onnan. Hát az én is találkoztam. Mondom, hogy kezdem utolérni, te bakegér. Nem látok semmit. Gyors körön vagyok. Aha. Én lassan vagyok, Gyugi. Nem. Nagyon sóder lett. Nyilván a sóder. Persze, nem az, hogy jobb időt mentem. Kit érdekel? Hagyd a faszomat. Mondom, hogy föltartom egy fáját. Végre bevettem azt a kanyart. Mi világítanak napközben a lámpák ott a tribünön? Hogy legyen, hogy mit kérdeznek? Hát de... most még azt mondják, hogy spóroljunk pénzt. Vagy Codemasterzik nézd, már így megy. Ú, milyen szép lett volna, csak elvette. Hát te sóderezünk egyet. Oké. Okay. Ah, Honda-pával, oj! Én most hasznos szemverek. Hallod, szellemautó lett Button. Kipillanatra. És belerangyolok a boxban. Vesz, hogy nem engedi. Édes Istenem. Ez legalább nem olyan, mint a 13, hogy még úgy a vonal után 30 méterig enged, és belerongyulok a másikba. Itt egyből megállít nullára. Milyen nullára? 80-ra. Hát az Forma 1-es léptékkel nulla. Jó volt ez a altató üzemmód, negyedik hely. Miért 6000-eddel kaptam ki Fetteltől? Hát csak az 6000, de... hát... tőlem nem. Kapja be. Verstappen? Verstappen veri a Ferrarit. Meg téged. Altató üzemmódban nem csodálom. De mit altad? Ennyit tudsz. Nem látom. Befejeztük amúgy. Nem látom az utolsó szektorban a lilát melletted. Pedig olyan lila lett, hogy behúgyozol. Hát, Räikkönen vársz rá még akkor. Akkor... olyan. Olyan... első szektort mentem, hogy... vigyázzál, mert az első kanyarba fogsz kapni. Mitől? Az egész mezőnytől. Mitől?
Ki az az egész medeng? Vote to skip practice. Ilyenkor mit csinál? Ki? Mi az, hogy ki? Én. Mi az, hogy... Vote to skip practice. Ki akarsz lépni? Skippeljed már. Kus. Nem érek rá. Elfog. Vannak fontosabb dolgok is. Igen, hogy összetörd a kocsit. Visszavonultam csak. Aha, szépen legenerált az vagy az időket. Ugye? Te hum vagy. Az jó hely neked. Érted? Oké, okay, szóval akkor a leglassabb AI 37-4-et ment. Aha. Igen. Hát, de a leggyorsabb az 32-8-at jött. Vert engem. Ó, te szegény. Szegény is vagyok, mert annyiban nem tud megverni. Vagy össze kell tenni a kocsit. Ajjaj. Microphone activated. Jó, az az első kanyar. Na, ilyen idő, ilyen lesz a körülmény. Na. Megcsináljuk a szokásos trükköt. 300-zal csapodjunk bele a falba. Konkrétan belecsapottam orra, nem történt semmi. Visszapattantam a falról, oldalról nekimentem a másik oldalnak, és összetört. Grönlán az első! Ki? Grönlán fiat, Alonso, Batőr, na jó. Mi? Ez így mi? Hát ez, nem az, hogy Ericsson egy 15 kapott Hamiltontól. Rosberget megverte. Fettet megverte, Ricardot megverte. Rákönet megverte. Hát ez az. Na most te leszel előrébb. Mit szólsz hozzá? Én a régi csaló útvonalat használtam. És most belsőimről indul. Mi van? Miért vagyok 22-dik? Mi van? Sorry játék. Na. 8-7-6. Az is megvárja. Uff, hogy lekevernék egyet neki. Na. Lássuk. What do we have here? Az a Honda Power az gyönyörű. Csak ne húzd rám, kösz. Ez a belső üveg csalás. Ne jöjjön nekem senki, kösz, mondtam. Mondtam valamit. Minden mozdulatodat követem. Az szép, helyes. Az egy szép mozdulat volt. Gutierrez értékelné. Leszarom. Nincs mellettem, jó. Előjöttem a top 10-be majdnem. Erre belém jön az egyik Zauber. Nem tudtam belülre menni. Jönnünk egy kis Richet. Hát a Menort azt kikerültem. Tehát az nem volt contest. Itt a Honda Power.
Látom. Itt egy vonat is. Mariento. Mariento húzza a szélárnyékot magának. Tehát így nem tudok el... Oké. Az egy illegál lesz? És nem. Megint mellettem vannak. Verlány... Nem, ez Mariento, húzd már a fenébe. Ahogy te tartod itt a sort. Most előzte meg Grosjeant. Honda Power. Azaz, nyomjad neki. Honda Power. Esélye se volt. Most jön Grosjean. Én megyek Fiatra. A jó hír, hogy még egyben van a szárnyom. Az tényleg jó hír. Grosjean. Easy. Még jó, egy jó végsebességű autóval megyek. Fiat. Látom, meggyűlik vele a bajod. Nem, itt van a két Force India és nem bírok ki. Azt láttam. Mit? Ezt levágtad. Dehogy. Az a baj, két Force India előtt aztán elmentek. Amúgy láttam, ja. Úgy kettőre elhúztak. És aztán hogy Ferrari. Most ne húzd magad a DRS-sel. Szabálytalan. Ja. De ahogy mögötted van Grosjean. Hát igen. Azt hittem Fiatra gondolod. De így húzza magát a szélárnyékban. Nem szabálytalan? Nem. Képzeld, ez szabályos. Mi is azt tesszük. Nézzük a Williams Power-t. Gyönyörű. Akarom mondani, takarodj Piat. Na, legalább én hamarabb átléptem rajta, mint te. Kösz. Sárga zászló. Már akartam mondani, hogy mit csinálsz, de látom, hogy előttem néz. Kösz. De kedves vagy. Viable strategy change. Oké, nézzét váltani, nem? Nem tudom, mivel kell. Megnézni a gumikat. Hát... Most nem adok tippeket, mert én saját magamnak állítottam be. Hát nyilván én is beállítottam, csak az, arra nem emlékszem, mert én... Az igen XCD track, mint tehát, hogy... Én is beállítottam valahogy 13 alapján. Mert kb. Soha nem játszottam ezzel a játékkal. 19-en. Nekem 48%-on van a bal eső. Visszaveszem a benzint.
Két Force Indiát csatázik, az jó lesz, hogy fogok én átmenni rajtuk. Ahogy én. De akkor nem csatázta. Úristen, ugye kiütik egymást. De most itt két Ferrari, meg egy Merci van előttem. A Ricardo vezet, ha jól tudom. Nem biztos, lehet, hogy Hamilton már kapta. Az is csalás. Ez a kanyar egy halál. Az biztos. Én még egy, max egy kört megyek. Nem tudom mennyi bír a szuperlágy, az a baj. Hát 6 hetet, de ennyik. 55% van első. 10% a első. 50%-os se bír szerintem sokkal többet 7-nél. És azt hiszem ugyanaz a kumikopás modellje a kettőnek. A szuperlágy itt nem szoktam használni, hogyha 50%-os vagy 15. Én igen. De jó, hát hogyha 15 perc most használom, de amúgy nem, nem használnám. Jó, most nekem adjuk le a két Force Indiát, azt mondom. Épp ideje lesz. Betegyem ki. Itt megpöcköltem Hülkenberget. Talán néz ki? Ki jön boxba? Szerintem akkor nem bírja ki a lágy. Hát az 8 kört. Igen, és a 5. körben az pont necces lenne. Az a baj, nem tudom megnézni a hány százalékra kopnak a gumiaim. De ha még egy kört mész, az meg brutál. Igen? Igen. Akkor lehet, hogy bemegyek mögötted. Hát igen. 64 százalék. Ausztráliában tapasztaltam, hogy milyen lesz, hogyha elkopnak a gumik. Tudod, még mi lesz a veszélyes? Kína. Úristen, hagyjál. 4 kör szuperlágy. Vagy annyi se. Annyit. 4-5-öt. Én szerintem kijövök mögötted. Jó van. Te ugye nem fékezel a boxba járatnál? Nem. Oké. Okay. Úgyhogy ezzel nem kell aggódnod. Ha már alternat van, akkor... Ha alternatív stratégia van, az azt jelenti, hogy elérte a 70-et. Hát igen, közel van. Akkor ugyanúgy kaptak, mint az enyémek. Á, ezzel még egy kört nem lehet. Az már defekt lesz. El fog durranni. 72%-nál vagyok. Hát lesz, ami lesz. Jobban jársz. Drive through penalty speeding in the pit lane. Úristen. Mert kikapcsolta a pit assistot. Oh. Saját magától. Az meg nem kellett volna. Ezt nem értem, miért kapcsolja ki mindig magától. Én közeledtem Räikkönenhez. Vettet meg is. Jó, hát így annyi a versenynek. Hát, igen, neked annyi. Én, nekem... Hát nem tudom. Negyedik hely, talán. De így most már bekapcsoltam. Pont itt vagyok. Ráadásul visszatettem a két Force India mögé. Azt nem tudom, hogy sikerült. Most nekem az a szerencse, hogy a Räikkönen a két Mercedes az... olyanok mögé vannak, akik még nem voltak ki, és most érem utol őket. Vettel meg mögöttem van. Jó, hát akkor utolsó hely. Lehet, hogy így nem. Kína jobb lesz szerintem. Aha, igen. Nem, bízok benne. Ügyesen csinálod. Egyszer már tényleg jött lennie kell szerencsének is. Talán majd Ruszkiknál. Ezt a pályát lehet vágni. Oké, nyugi van mérnök, kijövök a bokba. Rosberg megelőzte a Sainzot. Annyit fogok előzni most.
Na. Négy kocsi. Jó, hogy rövid a box utca. Így is utolsó leszek majdnem, úgyhogy... Tehát Harianto mögé fogok visszajönni. Ricardo az első. Ja. Sima. Épp, hogy visszajöttem Ericsson elé. Illetve ez... Sajnálom. Nem, ez pedig... Berlány. Most itt lenni szerintem mögött. Simán. Hát nem azt mondanám, de szerintem... Berlány! Egyszer már megelőztem a rajtnál. Mi ez? Sőt, háromszor előztem meg már ezen a versenyen. Hát én azért megpróbálom Rosbergek elkapni. Ennyi benyám van. Nem plusz egy kör. Ja, hogy Limbe megyek. Szóljatok már. Máté, Limbe mész. Ez olyan, mint a le fog esni és már leesed. Megnézzük, hogy meddig tudunk előre jönni. Ott van egy egész nagy boly. Sokan jönnek. Ha én Rosberget utolérem, az azt jelenti, hogy utolérem Ricardo-t is. Ne csak lehet, hogy erősíteni kell az ajén. Ott jön egy nagy boly, ki elém. Tehát még van esély valamire. Van Sainz, Magnussen. Most jöttek ki, mert azok itt voltak elő. Aha. 15. Magnussennek ide betesszük. No kappa. Ez nagyon szoros lesz. Első háromért. Hát még majdnem a fél táv van. Az az. Reménykedek, el tudom most kapni őket. Aj, nem, így nem. Jaj, most ez a... Ezt láttam a térképen. Lecsúsztam. Na. Fotom harmadszorra. Kitaláltad, hogy ki van előttem? Vellen? Harianto bátyám. Az szép. Vellen, az előbb ott hagytam. De... kapok DRS-t. Az a baj, hogy Magnussen szuper lágyon jön mögöttem. Rosberg megelőzte Ricardot. Ennyi. Harianto-t mindjárt befogom. Magnussen meg lassabb nálam. Valaki megint jön boxba. Szerintem pont kezdenem lesz meg. Dobogó megvan eddig. Második. Az igen. Nem tudom, ki jött ki boxba. Hát úgy tűnik, hogy Harianto a max 13. hely. Tehát már nagyon hát messze van. Megpróbáltad. Megállt. Hát nekem itt van Rosberg. Egy másodperc. Mert mégis Williams fog nyerni. Nem tartott sokáig amúgy. Mi? Hát hogy oda kever egy az elejébe. Ugye? Ez így nem az igazi. Mi lett volna, hogyha... Nem rak ki az egyik Zauber a rajtnál. Hát... Nem, azt mondom, hogy negyedik hely. Mert tudod, hogy jöttél velem boxba egyszerre. De akkor előtted lettem volna. Mi? Hát... Ja, hát akkor igen. Hát de nem lehet tudni.
13. Mindegy. Most jön Honda Power. Csak elég messze van. Én Mercedes Power-t üdvözök. Remélem elromlik az a Honda, 8,2-re van. Hát ilyen jön vissza, mi a szar? Itt sem sincs mások. Nekem sincs. Arianto. Rikárdot itt hagytuk, elég szépen. Ez a Red Bull az emélye semmi. Most nagyon közel vagy a Prozbekhez. Látom. Másodpercet hoztam Buttonen. Az jó. Szektor? Kör. Ja. De hát fél, nem tudom, egy szektoron kívül, tehát két szektorba. Mhm. 6,8, akkor még egy feles, utolsóban. Aha. Hát az a baj, két kör. Három. Nekem kettő. Látom, vezet, szép. Igen. De még itt van. Óvatosanak kell lennem. Nem akar leszakadni róla. Á, középsővel már nem hozok rajta. Benyomtam Honda Power-t. Csatázik valakivel. Még ki tudjuk csavarni ezt a Williams-t. Csavarjad. Minden, én is azt csinálom. Fiattal csatázik. Na. Az így nem. Nem hozol annyit? Nem. Kéne 9 szekjének lennie. A sok. Még mondjuk kiüthetik egymást. Nem fogják. Kedvencem. Itt az ajuk kiütni egymást? Soha. Vásza. 5,1. Mi történt? Szaltják fel egymást szerintem, nem? Hoztam más felet egy szektorban. Hát hogyha a közéső szektorban és egy másik. Az elsőben. Hát de az, még hogyha azt mondom, hogy ha a középsőben hozol egy egyet vagy egy másfelet, akkor van esélyed. Na nézzük. Én nagyon harcolok Rosberggel. Azt látom. Ha azt a kettős megelőzzem, akkor megvan a pont. Hát de most nem hoztam sem. Várjál? De hoztam. A keveset. Fél másodperc. És nincs is már benzinem. Nekem 23. Na hát 23. Akkor Fiat Torpedo képességeben... Hó. Igen, ezt tudom, ott szokott. Tehát, hogy mostantól Fiat Torpedo képességeiben bízok.
Amúgy Button szakítja le. Hát, hogyha rossz megint csinálja, kilöpi magát. Azt szerintem sérült a szárnya. Az tuti. Nem, sétetlen. Velem egyszer fel csinálta ezt karrierben. Vagy háromszor nekem jött ott. Ötlenkinek százalék, bal első. Én nem tudom. Hát valószínűleg ugyanannyi. Hopp, valaki kicsúszott. Csak nem előttem. Nem voltam. Gyerünk babám. Az meg lesz. Meghalt. Szép. Köszi. Lewis Hamilton 7,8-at kapott tőle. Az igen, 3 szek. Várj már le. Amúgy... és össze is baszhatnám a kocsimat. Ne baszd össze, hozd be. Tűzi játék. Mi a seggemből jön ki a tűzi játék. Mondjuk én futottam a leggyorsabb kört. Kivettem volna egy izéért. Szuper lágyért. Ja, hogy megfújt a leggyorsabb kört? Aha. Mit velem nézik? Én tudok extra táblázatokat csinálni. Akkor én vezetek most eddig kettővel. Itt azért csak Rosberg volt itt azért közelembe, azt nézed, Ricardo már 4-re volt. Sőt, szerintem azt mondom, hogy hogyha... What? Nincs a büntetésed, akkor szerintem Ricardot megfoghattad. Te vezeted a bajnokságot. Igen. 25 pontod van. Yeah! A probléma az, hogy nem számítja Ausztráliát. Tehát hát nekem 0 pontom van. Mi legyen akkor? Így is másodikok vagyunk a bajnokságban. Hát ez az. Hoztam 25 pontot.